Sziasztok, ez itt a Nel magazin, mai vendégünk az LVS, és spaghetti a matricellát fogunk készíteni velük. Na srácok, most kezdtetek túlnézni. Egy elég erős Miskolc akvárium ügyos kezdés volt. Én ott voltam az akváriumban, kurvára tetszett, de mi? Hogyan éltétek meg ti ezt a színpadról? Ez nekem az akvárium volt a kedvencem, ez hihetetlen élmény volt, mert ilyen igazából ott fennállva, amikor például iszonyatosan világítottak a telefonjuk, hogy baszik romantikus volt. Rögtön utána annyira, tehát alkohol és örömmámorban. Utána, tehát, hogy én igazából szerintem egy óra a koncert után nem is, nem tudom miért, de már semmit, tehát főleg nincs kimenc, és én szerintem mind a kettő koncert nagyon rossz volt. Tényleg? Dehogy is. Hogy alakul az akváriumos koncert óta a turné? Most többször játszottatok a tankcsapdával, de milyenek a visszajelzések? Minden állomásom volt pár, aki LVS rajongónak tettette magát. Énekelték a dalszöveget, légdobolták a dobtémákat, meg légitározták a gitártémákat. De nem, tényleg jók voltak, de teljesen más nyilván, mert most ezzel együtt van egy saját turnénk is, ahol a Kiesen meg a Fatalékkal megyünk, és hát nyilván az emberek ránk jönnek hármunkra, nem pedig egy ilyen előzenekari státuszban vagyunk. De hát, hogy így is készültünk erre, hogy az ilyen lesz. Csupán annyi a lényeg, hogy ezeken a koncert helyszíneken még nem nagyon játszottunk, és nagyon jól tudjátok, hogy nem egy nagyobb zenekarra, akik megkapcsolni, meg tudjuk ismertetni a zenéket. Meséltél erről az obligatos volt. Ó, az nagyon király! Első koncertet játszottunk, hol volt? Szexárdon játszottunk, és hát egy kicsit azért bemoltunk fosban, hogy milyen emberek elmentek a tancsadára, hogy megszoktuk a saját közönségünket, és így bennünk a backstage-be, és így halljuk, hogy TANCSAPDA! Bementünk így a koncertre, és egy ilyen halál aranyos ember látott erről, és ő volt ezt az eget, és aztán már szívecskéket. Aztán majd játszottunk a következő állomással, ami Dunakeszi volt, és ott is ugye TANCSAPDA! És azon hát bazen itt is megfogják minket, és kiderült, hogy ugyanaz az ember volt, és most tegnap már kiderült, hogy ez az ember minden egyes. Igen, és tegnap viszont már énekelt a szövegeket pár. Igen. Tehát ez nagyon durva. Szóval így látszódik, hogy milyen kurva jó, hogy a tancsalával lehetünk. Kiessel és a Fatalerorral csináljátok a saját turnét, miben különbözik a kettő? De igazából csak a szerep, hogy ott egy előzenekar vagyunk, ott meg egy co-headliner turnén vagyunk, ahol miénk is főszereplő. Azt képzelném, hogy mondjuk egy tankcsapdához elég széles a közönsége, viszont egy ilyen Kies Fatalerorral bújna azért így jobban basszátok mondjuk. Ja, hát az emberek arcában azért nyilván egy sok. De ez sokkal jobban megy is nekünk. Van egy kordon, meg messze vannak az emberek, nem ismerik őket, hogy tényleg az a hihetetlen fantasztikuma ennek a kis klubozásnak, hogy ott vannak az arcunk, az emberek is ismerik őket, egy csomó mindenkit, és olyan bulit nincs csinálni, amit akár még egy akvárium sem tud visszaadni. Hát nekem kifejezetten idegesít, hogy ott van egy kordon, nincsenek az arcomban, nem tudom rájuk ugrani, meg ilyesmi is. Még így is megvan az egyébként. Na és hogy álltok a lemezzel? Hogy mivel? Volt ilyen terv, nem? Hogy lesz egy lemez megjelenés. Most ez a terv, hogy egyesülve hozunk ide a lokat, mert rájöttünk itt a Viszlátnyelv kapcsán, hogy az nekünk sokkal jobban működik, hogyha megjelenik a dalt, és azt tökére fejlesztjük. És ahhoz meg olyan klipet tudunk forgatni, amit mi szeretnénk, olyan mintákat és olyan grafikákat tudunk hozzátervezni, ami hozzáillik. Most így az a terv, hogy így már megvan írva egy ilyen 10 darab dal, és azokat szépen lassan kidolgozhatjuk. És mindegyik ez jön majd valami videó, ilyen szöveg, hasonló. Csak még kell hozzá gyűjteni pénzt. Pénz, fia, pénz az a legkevesebb. Úgyhogy elvégezzenek a zenekar festést, és lakatos munkát vállal, nyugodtan keressetek minket, pucéra megyünk. Takarítás is meg, most már
takarítás. Persze, lejjebb a... Tényleg is visszalett nyárnak, milyenek volt a visszajelzéseid? Hát iszonyat jó. Hát az tényleg eddig még soha nem volt olyan, hogy olyan emberek mondták rá, hogy nagyon király, akik eddig én kifejtelni szeretném. Nem is értettük. Igen. Ja. Van egy zenekar tagja, akinek nagyon aggódunk az egészségére. Szeretném, hogyha megmutatnád a nagy lábujjat, mert hogy volt olyan, akkor az akraim, hogy egy kicsit megsérül. Nem mutathatom meg. Ne arra, hogy nem mutatom. Ne arra, hogy bajt. Érzékeny egyébként. Gyere már vissza, na! Nem akartunk megsérteni. Kurvára nem mutatom meg a nagy lábujjamat, bazd meg! Mondd egy egyet, hogy egy kurvára nem erről volt szó, bazd meg! Én megmutatom! Azt mondta, hogy visszajön, de akkor... Akkor légy szíves, ne baszolgassuk az ennél. Mert ezt tudjátok, hogy elég tudom, hogy fognál még, de engedj el már, kérlek. Itt van téve belőlem a részed. És ha nem adod el a szíveden a jel, mi a földről az égig emel. Püstöd jár, most már elkéstél. Mert azt az utat, hogy enyém leszel, de nem jöttél. Püstöd Szóval azóta is megy a turné, most többet játszottam. Igen. Szóval, bocsánat. Tessék. Azóta. Kerestem. Én is már majdnem mondtam, hogy szóval. Vagy amúgy.